Sziasztok! Életemnek egy olyan szakaszáról szeretnék nektek bizonyságot tenni, ami egy elég félelmetes epizód volt, és hogy ebből Jézus Krisztus hogy hozott ki engem. Én fodrászként dolgozom, és egy alkalommal, mikor a vendégemet csináltam, beszélgettünk, és azt tapasztaltam, hogy egyszerűen nem tudtam neki válaszolni, teljesen elment a beszélő képességem. Azt megelőztem el azt, hogy napokig nagyon fájt a fejem, úgyhogy ennek tudtam be. Először nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki, de a kolléganőim eléggé megijedtek, úgyhogy ott le kellett feküdnöm az üzletbe. Egy ilyen 20 percig tartott, míg helyre jöttem. A kolléganőim unszolásáról elmentem házi orvoshoz. A házi orvosom fölírt különböző vizsgálatokat, de kellett rá várni, mert hónapokig tartott, mire időpontokat kaptam. És ebben az időszakban is nagyon sok rosszulétem volt, még fejfájások, gyengeségek és egyéb ilyen rosszulétek, de mindeközben dolgoztam, még egyszer aztán az Isten tiszteleten is rosszul lettem, ahol rögtön kértem a pásztoromat, hogy imádkozzon értem, de ez egy durvább rosszulét volt, mert itt nem csak hogy beszélni nem tudtam, hanem le is bénultam, és az Úr szólt is neki, hogy imádkozzon, és mondta, hogy egy olyan 8-10 perc múlva helyre fogok jönni, és ez így is lett. Utolsó vizsgálatra, a neurológiára kellett mennem, ahol a doktornő miután megvizsgált, hát elég ijesztő volt, hogy ő maga megrettent, mert pedig, hogyha az orvos megretten, és ott úristen, úristen, akkor azért a betegnek sincsen olyan könnyű dolga. Egyből mondta, hogy minden jel arra utal, hogy agydaganatom van. Míg az emeri vizsgálatra vártunk, ebben az időben Viktor imádkozott értem, és az Úr felfedte neki, hogy mi a szellemi háttere ennek a betegségnek, amit aztán el is mondott nekem, és beleálltam én is, hogy rendezzem a magam részét, és mire elkerültem emeri vizsgálatra, az a fantasztikus dolog történt, hogy megállapította ugyan a vizsgálat, hogy 4-5 helyen az agyba volt valami történés, de daganat addigra már nem volt. Már korábban is megtapasztaltam Jézusnak a csodálatos beavatkozásait, mind a saját életemben, mind pedig mások életébe, de nagyon nagy szükségem volt arra, hogy egy ilyen szolgálatban is részesüljek, ahol a szellemi háttere fel lett tárva ennek az egész betegségnek, visszanyúlva gyerekkoromra is, és ezáltal az én felelősségem is, hogy hitben beleálljak ezeknek a gyökereknek a kigyomlálásába, és ezáltal most már elmondhatom, hogy mindez 2 éve történt, és azóta is jól vagyok, dicsőség az Úrnak.